Magyarország eléggé megsínylette a napóleoni háborút követően. Első Ferenc magyar király nem volt hajlandó összehívni az országgyűlést, csak rendeletekkel kormányzott, azonban a magyar főurak ezeket nem voltak hajlandóak betartani. Így érték el, hogy 1825-ben végül összehívták a Magyarországgyűlést. Az egyre jelentkező gazdasági válság jeleinek hatására a nemesek egy része elismerte, hogy javaik egy részéről le kell mondjanak a jó ügy érdekében. A jövő a polgári értékrendben van, miszerint mindenki egyenlő. A változásokat törvényes módon, reformok útján akarták elérni. Ez a gondolkodásmód az 1820-as évektől volt jelen az akkori Magyarországon, nem véletlenül nevezik az 1820-as évektől az 1848-ig tartó korszakot a reformkornak. Mivel nem rendelkezett az ország erős polgársággal, a nemességnek kellett a reformprogramját kidolgoznia és érvényesíteni a gyakorlatban. Az uralkodó rendszeresen Pozsonyba hívta az országgyűlést, ami két kamarás, ha úgy tetszik, két táblás volt. A felső táblán az arisztokrácia férfi tagjai képviseltették magukat, míg az alsó táblán a vármegyék két-két küldöttei. Ezeken az országgyűléseken szólalt fel gróf Széchenyi István, Deák Ferenc, Kölcsey Ferenc és Veselényi Miklós is. Ha épp nem volt országgyűlés, a nemesek a megyegyűléseken politizáltak és véleményeiket, gondolataikat a hazai sajtóban is kinyilvánították. A polgári átalakulás legfontosabb gondolatai a következőek voltak. Végre kell hajtani a jobbágy felszabadítást, mert aki eddig jobbágy volt, az nem dönthetett úgy, hogy mással akar foglalkozni, csak a földeken dolgozhattak, még a költözésük sem volt épp zökkenőmentes, bármennyire is nem volt bevet már a gyakorlatban a röghözkötés. A nemesi kiváltságok felszámolása is fontos volt, hiszen a nemesek például nem fizettek adót. Az ősiség törvénye miatt, ha örökölt birtoka volt egy nemesnek, de adóssága volt a bank felé, a bank nem fogadhatta el törlesztésképp a birtokot, ezért az ősiség törvényét is elkívánták törölni. A sajtószabadság is fontos kérdés volt, hiszen az újságokat cenzorok ellenőrizték, akik az akkori rendszernek nem tetsző gondolatokat nem engedték megjelenni a lapokban. Egyre többen akartak uniót, vagyis egyesülést Erdéllyel. A bécsi udvar a Habsburg birodalmon belül a munkamegosztás elvén akarta kihasználni Magyarországot. Az innen befolyó bevételeket arra fordították, hogy a birodalom adósságait törlesszék. A mezőgazdaság nem tudott fejlődni, mert tőkehiány volt, és a gazdaság teljes egészében a roboton alapult. Ezért itt csak lassú fejlődésről beszélhetünk a későbbiekben. A juhtenyésztés volt kiemelkedő a korszakban, iparcikkeket nagyszámban még mindig céhekben állítottak elő, holott Európában már rég a manufaktúra volt a divat. Szabályozták a folyókat, megjelent a gőzhajózás a Balatonon és a Dunán Széchenyi kezdeményezésére. 1846-ban átadták a Pest-Vác vasútvonalat.